Sziasztok! Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, képzeld el! Mit? Ja, azt mondja, menjünk a hajóra, ugyanis elővégeztem a munkával. A Lucas iskolában van még, úgyhogy sajnos nem tud jönni a hajóra. De én, a Davis, a felesége, meg apukám úgy döntött, hogy mi ugye el is eljön velünk, és kivisszük egyet az első alkalommal, mióta beraktuk a kikötőbe. Azóta elment, most már majdnem egy hét, kitakarítottam, megpucoltam, sok mindent megcsináltunk rajta, majd megmutatom. És gondoltam, hogy előbb végeznek kicsit a munkából, kivisszük a hajót, és megnézzük, hogy végül is hogy megy. Nem fogunk ugye vitorlázni, mert a vitorlák nincsenek rajta. Na, viszünk magunkkal benzint, viszünk magunkkal egy ilyen mentő csónakot, ilyen felfújhatós gyerekcsónakot, meg két evezőt, hogy hát ha, ugye sose lehet tudni. Amúgy még minden, itt van minden a garázsban a vitorlák, a sok kötél, a tisztítószerek, az utánfutó, amikor az itt is maradt. Ugye a héten minden nap munka után kimentem, takarítottam, csináltuk apukámmal, hogy készen legyen ugye a hétvégére, bár a hétvégén dolgozok, de azért mi már elővégeztem, ki fogjuk tudni vinni. Ahogy mondtam, én nagyon izgatott vagyok, remélem, hogy jó lesz, és a család is élvezni fogja. Na, ugye visszük az evezőket, meg mindenféle fajta dolgot, azt hiszem, hogy minden megvan, legalábbis nagyon remélem. Na, készen vagy, Tuki? Megérkeztünk, megálltunk az autóval oda. Ugye most le is szépen lesétálunk a vízhez. Ugye ki van ugye itt kötve a hajó, itt belegyünk hátul. Davis! Davis! Hátul könnyebb bemenni. Főleg, hogyha van nálunk sok cucc. Nálam van a kulcs, meg van minden. És itt vannak ezek a szép hajók. Nagyok, a miénk a legkisebb. Elfogadnám ezt is. Szép vitorlás. Aztán vannak itt nem vitorlások is, amíg meg ott áll leg hátul. Nem is lehet látni, olyan pici. Csak a Lucas hiányzik. De majd talán délután. Vagy holnap, attól függ, milyen lesz az idő, mert jönnek a felhők, majd kiderül. És itt a miénk, szép tiszta. Szépen megmostuk. Megcsináltunk pár dolgot rajt. Úgyhogy most próbálunk először beszállni, aztán majd folytatjuk tovább. Na, megvan mindenki. Davis ott van bent. Feleségem kicsit izgatott. Apukám most ki fogja engedni a hajót, ugye a köteleket elengedi. Motor már megy. Aztán elindulunk kifelé. Ide a szigetre. Van itt egy pár ember. A Davis már élvez itt a homokot. Apukámmal. Feleségem ott valamit nem tudom, hogy csinál még a hajóba. Valamit rendezgelett. Itt leszünk egyet. Körbenézünk. Már jó régen nem voltunk itt. Utoljára még a jetskivel voltunk itt. Most már több mint fél éve. A Davis dobálja a homokat, vagy a kavicsot a vízbe. Amúgy erre befelé csak a sziget van, semmi. Más, meg az a kukást rész, ki lehet dobni arra a szemetelet. Amit szoktak kempingezni. Egyszer-kétszer. Aztán ezt a részt feltöltötték. Nem tudom, emlékeztek rá vagy nem, de régen, mint a fejem lett volna a víz. Azt mondja, hogy most lent van a víz, mert majd feljön délután, de nem egészen odáig. Nem? Ki emlékszik rá? Ez ott egy sirály, ott repül. Na mindegy, én azt mondom, hogy iszok egyet. Elkiszállt az egész család, úgyhogy megmutatom nektek gyorsan a hajót, amit csináltunk végül, és a külsejét. Ugye levettük a vitorlát, azt láttátok, meg lett takarítva, minden nem jött le, kell venni majd egy ilyen fiberglass tisztítót, ugyanis tele van ilyenekkel, amit nem lehet tudtunk ugye levenni, ilyen ultrásom, ilyen vízzel. És a belseje szépen ki lett takarítva, mutatok egy pár fényképet, hogy milyen volt, meg hogy most milyen lett. Nagyon koszos voltam úgy belülről. Vettem bele párnákat. Várjál, bejövök.
ilyen vízhatlan párnát. Aztán az elejében ilyen takarót, meg párnát, hogy a gyerekek ugye majd kijönnek a vízbe, hogy bele tudnak feküdni. Azt mondja, hogy kell benne egy kicsit ilyen vastagabbat, ugyanis ez csak ilyen húzat, ha jól tudom, vagy takaró, nem tudom. Az asztalt fájtottuk, ezt lehet, hogy átcserélem ugye más színűre majd. Raktam be egy ilyen lábot, amilyen kivehető, lehet ide mozgatni. Van itt párna, ugye most elég ilyen rendetlenség van, de tiszta volt, egészen még meg nem érkeztünk, rend volt benne. És amint ugye bejöttünk, na várj, beülök ide át, csak közben mozog a hajó, kicsit nehézben járkálni, na. Amint bejöttünk, ugye ide bejött minden, most ilyen nagy rakás kupleráj van benne. Látod minden, ott a felfújhatós hajó, azt utána jutott eszembe, hogy a pumpát meg elfelejtettem elhozni, úgyhogy hiába van itt a felfújhatós hajó, hogyha valami van, nem tudjuk felfújni. Devezőt hoztam. Ezeket én most ide berakom hátulra, hoztam benzint, italt is ugye hoztunk meg dolgokat, ezt is szépen megtakarítottam. Még egy pár dolgot kell rajta ugye csinálni, de én azt mondom, hogy a nyár lesz tökéletes lesz, főleg, hogyha jobb idő lesz, itt lesz az a nagy meleg, ide egyet megállunk, vagy akárhol ugye, és belemegyünk a vízbe, itten tudunk egyet ebédelni, vagy akármit. Szerintem a gyerekek élvezni fogják. Amit még kell venni, egy nagyobb motor. És hogyha egy 6 lóerős motor van rajta, elég lassan akar menni. Úgyhogy én azt mondom, hogy 25 lóerőset rárakok oda, ugye a hátuljára, mármint nem arra, megerősítettük ezt, megmutatom, kiszállok addig, hogy mit erősítettünk meg rajta a hátulját, ahol van a motor, hogy ilyen nagyobb motor fel tudjon menni rá. Ezt látod? Kicseréltük, befiberglassoztuk, nincs még lefestve. A hátulját is megcsináltuk. Nem tudom a kamerán mennyit lehet látni. Itt ez a létra, ugye ezen ki lehet mászni. És ez a 6 lóerős motor egy kicsit kicsi. Nem kicsit, eléggé kicsi. Egy ilyen 25-ös rámegy, az talán jobb lesz. Na mindegy. Úgyhogy most nem más csinálunk, mert most tényleg iszok egyet. Aztán csatlakozok a családhoz. Megnézem, hogy mit csinál. Aztán lehet, hogy elmegyünk egyet. Kikötünk oda a fagyizónál, oda a bevásárlóba. Aztán leviszelhet egy fagyit. Vagy megebédelünk. Majd meglátjuk. Úgyhogy ez az első út, eddig úgy minden rendben volt, kivel ott egy kicsit lassú, de amúgy jól bírta a hullámokat, ugye nagy hullámok nem voltak, de ahhoz képest szerintem jól bírta a hajó. Na mindent, most tényleg iszok egyet, már csak beszélek, mert tényleg. Kikötöttünk egyet, mutatom hol. Itt a bevásárlónál, itt szoktunk megállni, nem tudom, emlékeztek rá vagy nem, ott ki szoktunk ülni néha enni, vagy egy ékrémet enni, itt ezen a csatornán, ahol vannak ilyen házak. Itt volt egy kikötő, ott szoktak sokan megállni, én itt álltam meg, és ott volt, vagyis ott van egy másik hajó, itt könnyebb volt nekünk, onnét jöttünk be. Ott a híd alatt a Davis-ek, a feleségem elmentek be, és a Davis elment WC-re, meg eszik valamit, legalábbis hoznak valamit. Ebédet a Davisnek. Én itt felaradtam apukámmal, aki ott van bent, megtöltöttem a képzeld el a motort benzinnel, ugyanis jöttünk befele, és kifogyott a benzin, megállt ott a híd előtt, amikor jöttünk be, megállt, és nem mentünk se, úgyhogy gyorsan döntöttem bele egy picit, hogy idáig elérjünk, aztán itten újra töltöttem. Kicsit most kitakarítjuk, aztán visszamegyünk lassan, és a Lucas fel kell venni az iskolába. Kicsit itt nem mossuk ki, de a tetejét ki kell mosni, tiszta, ilyen homokos, megkoszos ugye, de eddig még élvezte a Davis, úgyhogy most majd a Lucas jön, ha nem ma délután, akkor ma holnap, ugye, és kezdek kicsit nem felősödni, egy kicsit onnét mutatom. Jön a felő, honnét az óceán felől, meg hullámok elég nagyok most, úgyhogy meglátjuk, mi lesz délután. Hazaérkeztünk, ahogy látjátok, a kamera tiszta, ilyen sós. Szokás szerint ugye, amikor elmegyek a vízre, akkor ilyen kicsit sós lesz, ilyen sós vizes, amikor sós vizet kaptam, minden. Közben hazajött a Lucas, és meg is ebédeltünk, el is voltunk ide a közeli közérben, meg ezen a játszótéres részen csúszdászunk, legalábbis nem jön, hanem a Lucas, meg a Davis.
hogy hozzáérkeztem, hogy nézzük, hogy a Lukasz, ami egy pocsa most jöttünk meg, hogy legyen 5. Tiknek nincs tisztertese. Na, Jajze! Na, hogy vagy? Milyen volt az iskola? Jó. Hogy áll megint a hajad? Mit nézel? Semmi. Megint valamit szerkesztesz? Nem, de ha akarok látni. Mit akarok látni? Mikor készül az új videód? A magyaros. Jó, ja, a magyaros. Jó, elfáradtál a csúszdába, vagy mi van? Valahogy csak péntek van, mi? Jó. Ezt a mai videót én most lassan befejezem, hogy elfáradtam, képzeld el, még én is elfáradtam, így kihúzott a víz. És a vízben sokat nem volt, hogy egy kicsit így futkároztunk, legalábbis a Davis ugye, de jó egyet így leülni. Holnap nem tudom, hogy csinálunk, ugye megyek megint dolgozni, úgyhogy a hajót nem biztos, hogy kivisszük, rá fogom rakni ezt a Bimini topot, ugye ezt a szélvéd, nem szélvéd, hanem ezt a napvédőt, ugye, amit múltkor mutattam, hogy vásároltam az eBay-en, meg is érkezett, még nem raktuk fel. El fogok venni egy nagyobb motort, hogy mikor nem tudom, valószínűleg, hogy vagy a hétvégén, vagy jövő hét elején, és ez a hat lóerős, ugye, ahogy mondtam, egy kicsit, nem is kicsit, eléggé kicsi. Amúgy megy ugye a vízen, de elég lassan, és jobb lenne ugye egy nagyobb motorra. Vitorlázni nem nagyon fogunk vele egyelőre, mert ugye ezt meg kell tanulni, én nem tudok vitorlázni. Szeretem vitorlásokat, de vitorlázni nem tudok, de meg fogok tanulni, valószínű. Ma meglátjuk, de addig is kell, hogy egy jobb motor, egy nagyobb motor, mert tudunk gyorsabban menni, és így elég lassan megy. Na, ugye ezt a videót én itt most befejezem, és most semmit teszünk, csak pihenünk, ugye? Nézzük a tévét. Úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy nyugodtan nézzétek, azt szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!